ugrani egy videó. Jó, és akkor a mikrofon be van kapcsolva. A Bliknek az oldal? Aha, Blik Facebook oldalán. És majd okay. Mindjárt érkeznek az emberek, és majd meg is kérdezzük, hogy van-e hang, meg ilyenek. Nekem nem dobta föl. Mert még most. Sem. Most van. Most indultam. És hogy osztja itt megosztás, igen. Ugye? Na, akkor látom, hogy érkeznek az emberek. Üdvözlöm a Blik olvasóit, illetve a követőit. Ma egy rendhagyó beszélgetés lesz. Most nem dalpremierezünk, nem zenét hallgatunk, nem nevetgélünk, hanem egy egészen, bár azért szerintem fogunk nevetni, de egészen komoly... Kizárt dolog, hogy ne nevessünk. Komoly dolgokról fogunk beszélgetni. Cutor Zoltán és felesége Cutor Kilián Zsane. Sziasztok, hello! Sziasztok! Egyébként nem tiszteletlenek vagyunk ezzel a telefonhasználattal. Egyszerűen megpróbáljuk a saját oldalainkon megosztani. Másolom a linket, magát. Bocsánat. Az is jó, ha másolod, igen, én is úgy csinálom. Bocsánat. Semmi gond, mert hát várjuk az embereket, hogy jó sokan legyetek. Addig én meg is kérdezném, hogy van-e hang a szokásos kérdésem, mert lassan ott a homlokomra fogom rakni egy matricával, hogy van hang. Oké, meg vagyok. Hogy légy szíves, írjatok, hogy van, igen, írjatok, hogy van, de azért közelebb megyek, mert... Aha, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Néha majd fel fogok állni, és oda fogok menni a telefonhoz. A kor meg az évek azt tették velem, hogy nem látom, hogy mi van odaírva. Tehát, hogyha olyan kérdések érkeznek, amik értékesek lennének a beszélgetésünk szempontjából, akkor néha fölállok, és oda megyek, és megnézem. Az apropó pedig a tegnapi Friderikusz műsor volt, amiben megdöbbentő őszintességgel beszélgettetek a magánéletetekről, illetve el kell, hogy mondjam, első körben nem is így kezdem. Mert ennél sokkal fontosabb dolgok vannak, hogy a Bliknek az olvasói egyáltalán tudják-e, hogy Cutor Zoltán egy olyan speciális vendégem, amelyre még nem volt példa, hogy ő maga is újságíró, illetve riporter, sőt, biológia-kémia szakos tanár is. Igen, sok minden más. Sok minden más is, de egyébként nem is ez a lényeg, hanem zenész is, illetve zeneszövegíró, a Belmondó Együttesnek a frontembere. És a zenei karriered vagy pályafutásod még 1982-ben indult a ROPI nevű együttes. Igen, még általános iskolában. Nagyon-nagyon kisgyerekként. Még egy gondolat sem voltam. Én meg akkor születtem, tehát azért ez a ROPI ez így megragadt nálam, aztán utána a ROPI-ból lett a Nyers nevű együttes 1989-ben. Igen, ez egy ilyen kisebb underground, vagy még azt is mondhatom, talán nagyobb underground legenda volt a 90-es években, és a 2000-es évek elejéig közepéig működött, és mikor az megszűnt, akkor alapítottam a Belmondót. 2005-ben hoztam létre a Belmondó nevű zenekaromat, és 2006-ban, azaz 15 éve már annak is, hogy megjelent a Belmondó első nagylemeze. Igen, és akkor itt vezetném át az egész történetet arra, amiért tulajdonképpen itt vagytok, hogy 2005-ben feloszlott a Nyers nevű együttes, és megalapítottad a Belmondót, viszont 2006-ban, tehát egy éven belül a második feleségedtől elváltál. Tehát igen. Tulajdonképpen... Nem egy éven belül a másodiktól, hanem... Nem, igen, tehát hogy nagy életszakasz váltás volt ez a 2005-2006-os. 15 év házasság után. Év nálad, és hát Janett a harmadik feleséged, és nem titok, hogy 20 évvel fiatalabb nálad. Igen, igen, de azt is fontos megjegyezni, hogy mielőtt még bárki összekapcsolna ezt a két dolgot, hogy a Zsanival összejöttem és a válásom, hogy a 2006 végén mentünk szét, 2007-ben váltunk el, viszont a Zsanit 2010-ben ismertem meg, éppen 11 éve egyébként, mert pont 2010 áprilisában találkoztunk először a Veszprémi Egyetemi napokon, ő akkor a Veszprémi Egyetemre járt. Igen, ezt tegnap el is mondtad a Friderikusz műsorában, hogy szerelem volt első látásra. Abszolút. Egymás szemébe néztetek, ami egyébként a mai napig is látszik, hogyha egymás szemébe néztek, hogy ez tényleg szerelem első látásra, és ez fantasztikus. Zsanett a harmadik feleséged, első feleségedet 20 évesen vetted el. Igen. Aztán 23 évesen a másodikat, akitől igen. Három gyermeket született, Zsanitól pedig kettő. Kis fiatok van, és összesen egy lányod van. Azért ez is elhangzott tegnap, hogy tervbe van véve egy kislány. Hát igen, Zsanitól is lányom. És Zsani földobta ezt egy ideje tója, hogy nagyon szeretné. Nekem meg sosincs kifogásom az ellen, hogyha szerelem van egy kapcsolatban, akkor legyen gyerek is, én nem tiltakozom ez ellen soha. Hogy éltétek meg ezt az egészet, ahogyan átalakítottak titeket, és azért eléggé megöregettetek, tehát azért több szakaszon mentetek ettől keresztül. Függetlenül is. Nem, mert egyébként ma most lesz a születésnapod, előre május 2-án boldog születésnapot kívánunk neked, és még mindig nem vagy öreg, de majd leszel, és láttuk is, hogy milyen hát reméljük, leszel, hogy leszel. Hogyha megöregszel. Én megajánlom. Hát ez mi is. Nem volt rémisztő egyébként, amikor megláttad?
párodnak az arcát. Nem, egyáltalán nem, hál' Istennek. Tehát szerintem nem tudták volna úgy elmaszkírozni, hogy megijedjek, vagy így összetörjek, mert annyira szeretem. Nyilván az volt a fura, hogy így gyakorlatilag pár óra leforgása alatt váltunk 20 évvel, illetve 40 évvel öregebbé. Amikor az ember ezt valóságban megéli, akkor ott nap mint nap együtt törekszik. Ez egy kicsit talán könnyebb tolerálni, mint az, hogy egyszer csak könnyebb elfogadni fordulok. Ezt, hogy ugye az ember általában nem egyik óráról a igen. másikra hát válik 20 vagy 40 évvel idősebbé. Az fura volt, hogy megfordultunk, és ott van egy ilyen öreg igen, ember. Igen, az öregedéssel azért jár egy bizonyos élettapasztalat is, ami ebben igen. az esetben elmaradt. És ez lenne a kérdésem, hogy mit gondoltok, hogy a lelketek hogy fog megöregedni? Tehát azt, hogy most már látjuk, hogy milyenek lesztek ráncosan, de a lélek vajon hogy fog öregedni a ti esetetekben? Ez nagyon fontos kérdés. Sőt, szerintem ez a legfontosabb kérdés az egész kapcsán, nem az, hogy nézünk ki. Bizony. Hanem egyrészt mennyire vagyunk képesek ezt méltósággal elviselni, mennyire vagyunk képesek emberek maradni, mennyire vagyunk képesek még bízni egymásban, önmagunkban, tehát mennyire vagyunk képesek bízni önmagunkban, a jövőben, mennyire hiszünk még az emberi élet és az együttlét, meg a család fontosságában. Ugye nagyon sok itt, különösen Magyarország azért olyan hely, ahol az ember idősödve, vagy az emberek idősödve tömegesen megkeserednek. Igen. És valahogy azért fontos ez a kérdés, azért tartom nagyon fontosnak, amit mondtál, mert valahogy ezt kellene megpróbálni elkerülni, hogy megkeseredjünk, igen, hogy erre rámenjünk. Ez igen, nagyon nehéz. Igen, viszont ehhez biztos, hogy nagyon sokat számít az, hogy milyen pár van melletted, vagy hogy van egyáltalán pár melletted, mert hogyha, tehát nálunk én azt gondolom, hogy ha csak ebből a 10 évből kell kiindulnom, ami most van, akkor veled gyönyörű lesz a megöregedés is, és lelkileg még jobban csak fejlődni. Én a rengeteget fejlődtem mellette az elmúlt 10 évünkben is, tehát ha ez így megy, akkor csodálatos lesz. Hát igen, ezt tapasztalatban mondom, és egyébként ki is rázott a hideg, hogy ez tényleg így van, mert nem titok, hogy ez ilyen leendő ex-férjem sajnos, ő 23 évvel idősebb, mint én. De én is felnőttem mellette, és rengeteget köszönhetek neki, hiszen megtanított élni. Tehát azért ez egy nagyon fontos dolog. És tényleg ez a kulcs az élet, hogy az élet, ne az élet mellé éljünk. És ezért fontos, hogy különbségeket igen. tegyünk. És szerintem ez, amiről talán Zsani beszél, és lehet, hogy te is, hogy nyilván 50 év tapasztalatot 50 év alatt lehet megszerezni. Igen. És 30 év alatt meg csak 30 év tapasztalatot lehet szerezni. Viszont nagyon sok mindent át tudtam adni, hogy mi az, ami igazándiból fontos, vagy éppen nem fontos. Tehát, hogy tudjunk disztingválni a fontos, meg a nem fontos dolgok között, ebben szerintem neked segítség ez. Igen, viszont pont ezt akartam mondani, tök jó, hogy fölhoztad, hogy nem szokott kiütközni ez a 20 év korkülönbség, viszont ha valamiben igen, akkor ebben például, hogy néha elvár tőlem olyan dolgokat, amiket ő már tud és megtapasztalt, és hiába tudja, hogy 20 év korkülönbség van köztünk, én még nem tartok ott, hogy nem éltem meg, mert ez ugyanaz, mint amikor a szüleink annak idején próbáltak minket fölkészíteni, hogy ha majd olyan kapcsolatba kerülsz, ő már átélte, próbálta átadni, Dafke direkt ellenük mentünk, hogy majd én azt megtapasztalom a bőrömön. Hát meg az ember. És hogy ez ugyanolyan, hogy te hiába mondasz nekem valami tanácsot, amit már tudsz, és kisújból kirázod nekem, azt meg kell tapasztalnom. Tök jó, hogy ott vagy, és fölnyitod a szememet, de lehet, hogy ennek ellenére neki fogok menni is. Ezzel én is így voltam, mm-hmm. és egyébként ez nagyon sok súrlódást is okozott az én házasságomban például, hogy nagyon sokszor azért is ellene mentem a tanácsoknak, mert tudtam, hogy ő tudja, miről beszél, de én is meg akartam tapasztalni. Ezt köztetek ez nagy viszályokat szokott okozni? Ennyire nincs, inkább csak ilyen tini hisztibe megy át nálam ez, hogy... Azt hittem nálam. Próbálkozok, aztán rájövök, hogy tök fölösleges, mert van, hogy hidegen hagyja. Tehát egy csomószor volt olyan, hogy azért, hogy rám figyeljen, csináltam egy műbalhét, de ő annyira, hogy pont nem érdekelte, és akkor feladom. De lehet, hogy ez ugye egy általános női szokás, ennek semmi köze szerintem a korkülönbséghez, de te gyakran teszel próbára is. Igen. Engem, tehát hogy valamivel így próbára tesz, hogy és ez, ezt nagyon-nagyon utálom. Nagyon nem gondolod, hogy a próbára tétel az igazából inkább nem is az ő személyisége, hanem az életkora? Az, ami próbára tesz téged? Ez jó kérdés, tele vagyunk energiával, fiatalabbak vagyunk, vehemensebbek, lendületesebbek, ti meg már egy kicsit lecsitultabb állapotban vagytok. És lehet, hogy az életkor tesz téged próbára, az a lendület, persze, az amiben benne van. Kétségtelenül próbára tesz egyébként, de ő direkt, hogy ez a, hogy leteszteli, hogy figyeltem-e, meg, és ezt nagyon nem szeretem, mert általában nem figyelek. Igen, ez tényleg. Egy ledembe a másikon ki. Igaz? És valahol csak a lényeg áll meg középen. Igen, meg ugye ő tényleg pasi ebben, hogy egyszerre egy dolog tud leginkább figyelni. Igen, és hogyha én valamint dolgozom, vagy valamivel foglalkozom, teljesen mindegy, hogy ez munka,
vagy egy filmnézés, vagy olvasás, vagy egy cikkírás, vagy bármi, akkor én csak azzal foglalkozom. Tehát onnantól kezdve én teljesen lezárok. Hát mi meg olyanok vagyunk, mint a Napóleon, egyszerre hétfelé tudunk figyelni, főleg a gyerekekkel, meg a háztartás, meg minden egyéb. Igen, mondjuk ez veszélyes. De sajnos nem tudok egyszerre hétféle dolgot csinálni. De ez is veszélyes egyébként, mert én például mindig nekiállok valaminek, és akkor elfelejtem, hogy hol is kezdtem, és akkor meg van úgy, hogy egy sokkal nagyobb káoszt teremtek magam köré, miatt, hogy mindenre figyelek, vagy próbálok. Régebben én is így voltam, bementem a fürdőszobába, céllal határozottam, majd rájöttem, hogy nem tudom, mit csinálok. Igen. Visszatérve egyébként a lélek méltósággal való megöregedéséhez, ugye ez egy nagyon nehéz feladat, és nem egy egyszerű dolog. És pont az elmúlt időszak a te lelkedet is próbára tette, én úgy tudom, méghozzá nem is akárhogyan. Itt gondolhatunk a koronavírusra, de igazából a mögöttes tartalmakra, ami a koronavírus mögött áll, tehát nem csak ez a vírusfélelem, hanem az, hogy te, mint művész előadó, nem adhattad ki magadból azt az energiát, azt a lendületet, azt az alkotóvágyat, ami egyébként feltöltene a mindennapokba, és így a lelked is egy kicsit megfelszol. Így van, tehát ugye én úgy szocializálódtam, hogy én 10 éves korom óta dalokat írok, zenéket írok, hangszerelek, és nem utolsó sorban játszom emberek előtt. Lehet, hogy évi 50, lehet, hogy évi 80 alkalommal, volt már egy 100. De ez azért nem kevés, tehát ez évtizedek óta az életem része, elválaszthatatlan része az életform, és az egyik napról a másikra gyakorlatilag megszűnt, és egyrészt akkor szembesültem azzal, hogy alkotóemberként vagy dalíróként milyen sokat jelent az inspiráció, hogy tudom, hogy ezt mikor, hogyan mutathatjuk be, vagy egyáltalán bemutathatjuk-e valamikor, és most teljesen mindegy, hogy színházról van szó, vagy a saját koncertemről, vagy az erre készült művekről, hogyha nem tudom biztosra azt, hogy ennek van értelme, hogy csinálom, akkor nem is jön úgy. És én, aki mondjuk évi 50 művet írok, most az utóbbi egy évben, vagy az utóbbi bő évben talán 4-5, ha írtam, vagy valahogy összepakoltam egyrésztről. De én nem csak ez vagyok, tehát nekem nem... azt gondolják, hogyha én hőbörgök egyébként a nyitásért, olyan nagyobb szabadságért, akkor az azért van, mert most már felteszem a rágom, hogy tudjak beszélni. Megadtad el a kuka egyébként, hogyha szeretnéd kidalni. Jó, húzd ki. Élő interjú varázsa egyébként. Igen, abszolút. Folytasd szabadat, ne felejtsd, tehát, hogy te nem azért... Igen, tehát egyáltalán nem azért hőbörgök, és sokan azt gondolják, mert a Cutor Zoli nem koncertez. Hát egyszerűen nekem a koncertezésnél is sokkal jobban hiányzik az, hogy például most ezt a beszélgetést csinálhassuk egy kávézó teraszán, vagy csinálhassuk egy étterembe, vagy hogyha elhívsz egy házi bulira, vagy mi elhívunk, akkor ne csak 10-en leessünk, hanem leessünk 30-an is. Vagy hát, bár... a szabadságunk. Így van, vagy hogy a játszótérre mehessek a gyerekekkel, anélkül, hogy az egyébként még a fülét, meg a szemét is bemaszkozó emberek morogjanak ott körül. Tehát, hogy maga a normális, emberek, természetes emberi életforma. Igen, azok megérkeztek ide hozzánk is egyébként, és nekik szeretném azért üzenni, hogy minden nap elmondom, hogy egyrészt én be vagyok oltva, védettségigazolványomat, de tegyük is a védettségigazolványon túl magunkat, hogy elhiszitek, vagy nem, teljesen mindegy, maszk. A maszk egyébként az egyik itt található, itt az asztalon, de amúgy Zoliék átestek. Mi meg átestünk rajta, és tele vagyunk ellenanyaggal. Napokkal ezelőtt csináltunk egyébként ellenanyagtesztet. Igen, nem és tudom, tudom egyébként, sajnos, nem, az a baj, hogy egyébként ebben a sajtó nagyon-nagyon ludas, hogy nem tették egyértelműen világosra az emberek számát. Csak a rémhírek jelennek meg ezek. Igen. Tehát attól, hogy 10 millióval 2 ember esetleg újra fertőződhet, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy ez egy reális, ez egy életszerű félelem vagy dolog, az ettől való tartás. Az is gyakorlatilag az ostobaság kategóriája, hogy átestem, be vagyok oltva, de akkor sem megyek ki sehova, mert akkor sem küldöm a gyerekemet iskolába, meg óvodába, mert mi van, hogyha hátha. Na hát pontosan ez az a recept, ami miatt aztán biztos soha nem lesz ennek az egésznek vége. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy vége legyen, akkor higgyük el, hogy az orvostudomány azért találta ki az oltásokat, az orvostudomány azért rendelkezik információkkal az immunitásról, hogy tudjuk, értsük, elfogadjuk és elhiggyük azt, hogy bizony, aki átesett, bizony, aki be van oltva, ráadásul nem tegnap előtt, hanem 3 hete, másfél hónapja, az bizony védett. Fogadjuk el,
bármennyire is hihetetlen, annak a fényében ezt elhinni, amit egyébként nap, mint nap a nyakunkba öntenek. És itt jön a lélek elfásulása egyébként, tehát én magam is úgy érzem, hogy kezd a lelkem néha belefásulni ebbe az egész állandó jellegű küzdelembe, hogy nagyon imádom a Blikk olvasóit, követőit, és megtiszteltetés, hogy ennyien most is követtek engem és néztek, de hogy minden nap el kell mondani ezt a maszkos témát, hogy ráadásul mi, akik ebben a szakmában dolgozunk, folyamatosan tesztelve vagyunk. Ugye ráadásul pont ma reggel is volt mind a kettőnek. Igen, ma reggel is volt mind a kettőnknek. Gyakorlatilag mi nem civil emberek vagyunk idézőjelbe téve, mert ugyanakkor azok is vagyunk, de mivel a médiában szereplünk és forgunk olyan körökbe, ahol rendszeres a tesztelés, ezért körülbelül egy ilyen stóc negatív tesztet tudnék felmutatni heti szinten az oltáson. Pont ezt akartam az utóbbi fél évben, hogyha 50 tesztem nem volt, akkor egy sem. Így van, igen. Így van. Tehát köszönjük az észrevételt, ettől függetlenül. És az aggodalmat is köszönjük. És az aggodalmat is, ettől függetlenül minden óvi intézkedést betartunk, megérkeztünk, kezet mostunk, fertőtlenítettünk, megy a légtisztító a háttérben, ki van szellőztetve. Tehát gyakorlatilag szerintem minket a... minket annyira nem tesz érteni. Én úgy gondolom. Na, tehát a lélek. És még mindig lázas vagy? Egyébként más kérdés érkezett, vagy csak a maszkolás? A torkon kapar. Nem, egyébként nagyon érdeklődőek az olvasóink, mert hogy amikor nem érkezik kérdés, viszont ilyen sokan nézik, mint most is, az azt jelenti, hogy figyelik azt, amiről beszélünk, és érdekes dolgokról beszélünk. Tehát én mindig annak örülök, hogyha nem szó... Megtiszteltek, köszönjük. Nem megérkezik 1 millió kérdés, mert az azt jelenti, hogy én nem tettem föl rendesen a kérdéseimet, tehát maradt még bennük nyitott kérdés. Úgyhogy hála Istennek, de ettől függetlenül, hogyha mégis van bármi, akkor a szeretettel látjuk azokat a kérdéseket. Viszont visszatérve rátok és a tegnapi Friderikusz műsorra, azért sajnos az is elhangzott, hogy ti jártatok párterápiára. Igen. Volt rá szükségetek. Ez mikor volt az életetek, melyik szakaszában? Közös életetek, melyik szakaszában? Miksa megszületett 2016-ban, és szerintem 17-ben, 18-ban. Majd inkább 18-19, ez volt nekünk ilyen nagyon rizikós, a Miksa, a gyönyörű legkisebb fiunk, aki egyébként egy tünemény, egy zabálni való gyerek, de egy 2,5 évig nem hagyott bennünket éjszaka aludni. Tehát ilyen éjszaka 8-10 ébredés, áttér az ember ilyenkor egy ilyen robot. Hát szerintem aki szülő, azt tudja. Ez tehát ennél sokkal kevesebb is, tehát néhány hónap is elég ahhoz, hogy az ember átváltson ebbe a robotikus zombi üzemmódba, és ilyenkor már minden baj van, már macska is kurva, meg tehát ilyenkor tényleg az ember az élőfába beleköt, mindig azt. És ti meg egymásba kötöttetek. És nyilván, igen, azért, nyilván a szeretteidet a legkönnyebben bántani. Persze meg azt tudod a legjobban bántani, igen. Mert tudod, hol van az a pont. Így van. Hát egyfajtában nyomkodtuk egymáson a pontokat, amitől csak átmentünk ilyen teljes őrületbe. Igen, de amit kiderült egyébként ezen a terápián is, meg nyilvánvalóan elsősorban az egymással való beszélgetésben, hogy igazándiból a közelébe sem jártunk annak, hogy ténylegesen valami. Hát ki voltak akadva, először pszichológusoknál voltunk egy párosnál, utána meg kócsoknál, és már a pszichológusok is ki voltak akadva. Hogy... Gyakorlatilag értetlenül látok, gyakorlatilag így ültünk így a ülünk le, hogy hozzánk nem is szoktak jönni az emberek, hanem elhúzódva, nem szólnak egymáshoz. Ne szólj hozzám, válni akarok, segítsetek a vállásban, mi meg nyilván nem. Tehát, hogy... egy kis nyugalmat akartunk, szerintem azt kellett volna mondani már az első órán nekik, hogy jó, akkor most tessék a nagymamákra rábízni a gyerekeket, és tessék elmenni egy hónapot aludni. Hát abból nem lett volna nekik pénz, tehát itt az a lényeg, hogy minél hozzá ezeket a dolgokat. Én is jártam párterápiára. Hát igazából teljesen fölöslegesen, tehát az első alkalommal nyugodtan mondhatta volna a hölgy, hogy szerintem a válópert teljesen fölösleges ezt az egészet tovább folytatni, de nem, mi azért rendszeresen jártunk, minden esélyt megadtunk, rengeteg pénzt ki is fizetett, drága férjem. De hát sok értelme sajnos nem volt, viszont nektek megnyugvást hozott ezek szerint a kócsok. Igen, viszont képzeld, hogy nem is ők. Egyáltalán nem ők. Nem ők, mert ők láthatóan a legjobb szándékuk ellenére sem tudtak velünk mit kezdeni, mert hogy a klasszikus értelemben velünk, legalábbis szerintük velünk nem volt baj, ami későbben is igazolódott. A kommunikációnkban segítettek, illetve ilyen napi rutinokban, ilyen apróságokban, hogy tegyük ki a gyerekeknek a ruháját előző este, hogy ne reggel, reggel kelljen összeveszni. Reggel veszekedés, amikor rohanunk az iskolába. De ez már marha sokat számított, hogy már reggel nem egy feszült állapotban indítottuk a napot, és igazából nekünk a legjobb terápia az a tavalyi nyerőpáros volt egyébként. Tehát mi ott olyan szinten egymásra találtunk, és olyan szövetségesei lettünk egymásnak. Ez szemmel látható volt, hogy igazából talán
nem is baj azt mondani, hogy a legőszintébb párti voltatok. Örülök, hogy ezt mondani. A kamerák mögött. Furcsálom is, hogyha valaki nem így látja. Van olyan is, aki egyébként nem így látja. Van, nagyon sokan nem így látják, de mindenki máshogy dönt. Van, ti voltatok az egyedüliek, akik önmagukat adtátok, és nem játszottátok meg magatokat. Igen, a még a járójék is egyébként. Játszottak, meg akarták nyerni a játékot. Nektek ez viszont nem játék volt, hanem párterápia. Nem, és egyébként, tehát hogy valószínűleg... Nagyon jól láttad, nagyon jól érezted. És lehet, hogy emiatt se teljesítettünk annyira jól, úgymond a feladatokban, mert mi tényleg szórakozásnak fogtuk fel ezt az egészet, és a saját magunk terápiájának. Igen, és az, hogy gyerekek nélkül, viszont hosszabb ideig reggeltől estig összezárva, egy közös cél érdekében kellett kvázi dolgozni, ha úgy veszük, vagy küzdeni, inkább ez a kifejezés. Ez tényleg olyat hozott ki belőlünk, ami egyébként a hétköznapi gyötrelmekben nem biztos, hogy kijött volna. Úgyhogy ezt a 2-3 hetet köszönjük szépen. Igen. Az RTL-nek, amit rendelkezésünkre bocsájtott ebben a játékban. Igen, ennek remélem, is jól jött. Remélem, hogy ennek lesz folytatása egyébként ennek a műsornak, mert ugye én abszolút pszichológiai szempontból néztem ezt a műsort, és fantasztikus jellemrajzok bontakoztak ki a műsorban, anélkül, hogy bárkit is megbántanék, hiszen mindenkinek megvolt az oka arra, hogy miért viselkedett úgy, ahogy. Igen. De rajtatok kijött az, hogy te lélekben érett vagy, te meg lendületes vagy a korod miatt. Mondhatjuk így is. Igen, és éppen ezért voltatok ti őszinték, míg a többiek taktikus játékot játszottak, ők játszottak, ti meg viszont jól éreztétek magatokat, és ez szerintem sokkal többet ért, amit értetek tett ez a műsor, mint az, hogy megnyerjétek. Az biztos. Ez így van. És ezt pontosan tudtam. Meg mi megnyertük a magunk módján egyébként. A terv az volt, és többé kevésbé be is vált, hogy mi azért sokáig ott leszünk ebben a műsorban, és tudtam, hogy azért nem érdemes sehogy csinálni, sőt, még vigyázni se igazán érdemes semmire, mert az, hogy az ember 2-3 héten keresztül reggeltől késő éjszakáig folyamatosan kamerák keresztüzében áll, az gyakorlatilag lehetetlenné teszi, hogy az ember valami megjátszott, magára erőltetett szerepet mutasson, vagy valami olyan attitűdöt mutasson működően, vagy hihetően kifelé, ami ténylegesen nem ő. Ezért aztán úgy döntöttünk, már a legelején nem csinálunk sehogy, hanem csak vagyunk és létezünk. És ahogy mindenki, aki is próbálkozott, tehát volt, aki ilyen-olyan arcával megpróbált akár a nézőknek, akár a többi játékosnak kedveskedni, az többé-kevésbé, még ha sokáig is jutott a játékban, de azért belebukott. Mert minden emberhez egyáltalán nem kell médiában gyakorlottnak lenni, vagy azért nem kell rutinos újságírónak, vagy színésznek, vagy bármilyen média szereplőnek, vagy tudornak lenni. Minden ember észreveszi azt, hogy kilóg a lóláb, hogyha megjátszod magad, pláne, hogyha húzamosabb időn keresztül figyel. Persze, minden hazugságra ugye fény derül, még akkor is, hogyha ezek nem olyan hazugságok, de ez így van. Viszont, visszatérve a kapcsolatotokra, a második házasságodban született 3 gyermek. Ők, amikor megtudták, hogy a Zsanival együtt vagy, mit szóltak, hogyan fogadtak el téged? Könnyű volt beilleszteni őt a meglévő családba? Meglepően könnyű volt szerintem, nem tudom, te hogy élted meg. Nyilván ebben benne van az is, hogy mivel a Zsanival való megismerkedésem és az előző házasságomból való válás között azért 3,5 év eltelt. Az nagyon hosszú idő. Tehát ez az árnyék, ez egyáltalán nem vetült a Zsanival való kapcsolatomra, és a Zsaniban sem volt rossz érzés, nyilván a volt feleségem, illetve az előző házasságomból született gyerekekkel kapcsolatban. Tehát ilyen értelemben teljesen tiszta lappal és becsületesen minden gyanú árnyéka nélkül indult mind a két oldalról a kapcsolat, és nagyon, nagyon jobban vagyunk, most már régóta külföldön a volt feleségem, de amíg itthon volt például, vigyázott a kisgyerekeinkre nem egyszer. Mm-hmm. Tehát ennyire akkor jobban vagyunk, vagy a Zsanival együtt elnök bevásárolni. Sokszor a nagy gyerekeim már bizonyos kérdésekben szívesebben fordulnak a Zsanihoz, hogy megbeszéljék a Zsanival, mint velem. És azért ez is jelent valamit. Tehát igen, meg hát bizalom. Így, hogy ilyen kevés korkülönbség van a nagyok meg köztem, így szó nem volt arról, hogy én valami mostoha anyuka legyek, mert inkább valami haver próbáltam lenni. Igen, hát a kicsi volt a kicsi, aki ma már idén 20 éves lesz. Ő volt akkor 8, és akkor... Ő vele nagyon könnyű volt egyébként még babázni, úgymond igen, kicsit. Igen, nagyon közvetlen volt. Igen. Nagy domás, ő vele voltunk a legtöbbet egyébként, ő volt az, aki legtöbbet jött hozzánk hétvégente is, de a nagyokkal is. A lányottól féltem egy picit, nyilván mégis apuci egyszem lánya, nehogy itt igen, trombosztásnak élje meg. Szonya kemény, tehát a Szonya
még azt is mondta, hogy, hogy nagyon nagy szerencsénk van, hogy fiúk születtek, mert ő szeretne az egyetlen lányát. Hát ott azért lehet, hogy lett volna némi féltékenység. Igen. Nem tudom, talán most már nem lenne. Talán. Lehet tudni, mit csináltál a 3,5 évben? Tehát volt egy gyászfolyamat, amíg feldolgoztad a válásodat, vagy egybe belevetetted magadat az életbe, és kitomboltad magadat, hogy lenyugodjál, mire Zsani megérkezik. Nem, volt nekem utána nem sokkal egy kapcsolatom, egy nagyon-nagyon viharos kapcsolatom egy színésznővel. Ez a sevelesen nélküle kapcsolat, és mikor az véget ért, akkor jött el az, akkor szembesültem először azzal, hogy én egész felnőttkoromban soha nem voltam szingli. Tehát nem közvetlen válásom után jött el, hanem egy-két évvel utána. Hogy soha nem voltam szingli, és azt gondoltam, hogy mivel 17 éves korom óta folyamatosan stabil kapcsolatokban éltem, vagy valamennyire stabil kapcsolatokban éltem, hogy na most akkor eljött az, amit én nem csináltam meg 20 évesen, na most majd 38 évesen, mondjuk, vagy 39 évesen belevágok, és akkor minden nap más, és belevetem magam ebbe az életbe, és nagyon már-már szégyellnivalóan hamar, körülbelül 4 nap alatt rájöttem, hogy nem ez az én utam, meg nem ez az én életem. Úgy érzed, hogy kapcsolatfüggő vagy? Lehet, hogy ez kapcsolatfüggőség, de én meg azt gondolom, ugye nagyon, mostanában nagyon bátran megbélyegzünk ilyen, szerintem teljesen normális, alapvető emberi tulajdonságokat, úgy, mintha az valami szindróma lenne. Az ember ez eleve társas lény, tehát a kapcsolatfüggőség maga szerintem az nem egy abnormális helyzet. Tehát az akkor lenne abnormális, hogyha egyébként én azt várnám, hogy a párom oldja meg az életemben a legfontosabb dolgokat, de talán ez nincs így, meg nem is volt itt soha. És egyik kapcsolatomban sem volt, így viszont arra szükségem van, hogy legyen egy családom, legyen egy otthonom, legyen kihez hazamennem. Hogyha ez kapcsolatfüggőség, akkor az vagyok. Nem, az ember társas lény, az tényleg erről szól, igen. Ezt tökéletesen megfogalmaztad, viszont hogyan kerítesz magadnak egy kis én időt, amikor egyedül vagy? Szeretsz egyáltalán önmagaddal egyedül lenni? Az egyébként. Mi? Mi az az én idő? Belegondoltam, mikor volt ilyen utoljára. A fürdőszobába például, tehát vannak ilyenek, amikor már mind eddig egyébként nekünk emiatt is fontos volt, hogy most újrainduljon az óvi meg a suli, mert az én munkám az elképzelhetetlen anélkül, hogy én órákig magamban legyek. Tehát ahhoz, hogy én írjak, hogy alkossak, az nem működik úgy. Tehát nem arról van szó, hogy az időráfordítás nem elég. Az, hogyha engem 2-5 percen keresztül félbeszakítanak minden a világon, minden lehetséges és lehetetlen dologkal, a gyerekek és vagy a Zsani, akkor gyakorlatilag nem tud beindulni az a folyamat, amiből én egész életemben éltem. Tehát nekem azért van szükségem arra, hogy én elvonuljak vagy egy kávézó teraszra, vagy a dolgozószobámba, akár napokra is egyébként, vagy hogy elmehessek néha egy hétvégére horgászni, mert hogyha nincs meg az a letisztulás, az a kiürülés, az, hogy én tényleg órákig zavartalanul tudok fókuszálni a dolgomra, akkor végünk van. De azt hozzá kell tennem, hogy nem önzőségből vittük vissza a gyerekeket, hogy már pedig mi magunk kell lesz a gyerekmentes időszak. Sőt, egyszerűen látjuk rajtuk azt, hogy mennyire hiányzott. Ők borzasztóan volt, hogy összefutottunk ezt a játszótéren hasonló kortársakkal, és ilyen nem akartak haza. Nem is azt, hanem annyira imádták, hogy mindent együtt csinálni, nem is tudtuk őket hazavinni. Igen, és az utóbbi hetekben mindig balhé volt abból, hogyha akár csak 3 óra folyamatos játszóteres játék után haza őket hozni. És tegnap 6 óra előtt fölkeltek, hogy így, bam, akkor mehetünk a suliba, óviba. Hát igen, jobban várták az iskola, meg az óvi kezdés, mint a karácsonyt. Tényleg. Igen, ez remélem nem baj, hogy elárulom. Péter Szabó Szilvivel beszélgettem tegnap telefonon, és az ő édesanyja tanárnő egy vidéki kis faluban, és mondta, hogy a tegnapi napon a gyerekekkel nem lehetett bírni, csak dölt belőlük a mondandó, egész nap csak beszéltek, mindent elmeséltek, és ő azt mondta, hogy ő hagyta is. Nagyon jó. Hagyta, ez a jó pedagógus. Beszéljenek, adják ki magukból azokat az élményeket, amik érték őket, hiszen rengeteg mondandójuk volt, és egyébként ez egy nagyon komoly társadalmi probléma lesz, nem csak a gyerekek terén, hanem ugyanúgy, ahogyan a zenészek nem állnak színpadra, nem énekelnek, nem pengetik a gitárt, vagy bármi mást, elszoknak, mint ahogyan a sportoló is, hogyha sportol, bírja az iramot, de hogyha egy betegség miatt ágyba kényszerül, akkor utána már nem futja le a maratont, hanem újra edzésbe kell lendülni. Ugyanez jellemző az énekhangotokra is, ugyanez jellemző a zenészeknek az új mozgására. De meg a színpadi jelenlétre, hát én, aki ugye nem csak énekes, gitáros vagyok, hanem ugye én vezetem a koncerteket. Én érzem, hogy 2 havonta csinálunk egy ilyen zenekari live-ot. Érzem, hogy ahhoz képest, ahogy egyébként mondjuk ebben az interjúban, vagy egyébként én koncerten amúgy
ami a fesztelenül beszélek a közönséggel, ahhoz képest érzem már, hogy egy ilyen live-nál is csak így ökögök, makogok, és nem jönnek így a dolgok. Tehát teljesen más az, hogy minden héten mondjuk kétszer van egy ilyen alkalom, vagy fél évente egyszer, vagy két havonta egyszer. Azért nagyon más ez. Nagyon más. Igen, úgyhogy ezek komoly problémát fognak jelenteni a jövőben, a gyerekeket nézve is, tehát ők is elszoktanak. És gyereknek gyerek a barátja. Tehát, hogy én láttam, hogy az utóbbi másfél hónapban azért nagyon sokat próbáltunk tenni azért, hogy a gyerekek minél többet kint legyenek természetben, egy Verőcére jártunk, Völgymajorba, egy gyönyörű ilyen mesország. Nem kirándulások voltak, hanem kirándultatások például. Tehát kirándultattuk a gyerekeket, de a legszebb helyeken egyébként, meg játék, meg faragás, meg szalmabála, meg íjazás, meg futás, meg patak, meg amit el tudsz képzelni, meg tavasz, meg gyönyörű a virágok, bográcsozás, virágokban, bogarakban, de egy idő után már ez mind-mind, rajtuk is láttam, hogy ezek csak pótcselekvések. Nekik azt kell, hogy bekerüljenek újból a gyerekközösségbe, és szisztematikusan reggeltől délutánig megkapják a feladatot, és azt, és itt jön a kulcs, azt együtt végezzék, segítsék, támogassák egymást, és az olyan egyszerű dolgoktól kezdve, hogy a cipőjét be tudja kötni, egészen odáig, hogy valamelyik matek feladatot érti, hogyha közösségben van, és látszik másokon ez a hajtóerő, akkor vagy a mások jelenléte ez egy hajtóerőként működik, akkor sokkal jobban működik az otthoni élet, és sokkal harmonikusabbak ők maguk is lelkileg. Igen. Így van, és akkor ez, szerintem ez egy nagyon szép záró gondolat is volt, bár lennének még kérdéseim, és még akár órákig el tudnék veletek biztosan beszélgetni. De nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien velünk tartottatok. Gyorsan találok, azért megnézem, hogy van-e valami olyan nagyon érdekes kérdés, amire mindenképpen válaszolni kell. Jó, én azt mondom, hogy építő jellegű kérdések tömkelege érkezett, de azért nagyjából át összefoglaltuk a mondandónkat, meg azt, amiért itt voltatok. Cutor Zoltán és felesége, Cutor Kilián Zsanett voltak a vendégeim, én pedig Kis Ráha vagyok, a Blik-nek a riporterem. Nagyon szépen köszönöm, hogy annak ellenére, hogy egy páran nem tudták, hogy kik vagyunk, mégis velünk tartottak. Ennél nagyobb elismerés nincsen a világon, úgyhogy köszönöm szépen, és ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek, hiszen holnap délelőtt ismételten jövök, ismét élőben, mégpedig a Valhallóval, Fluor Tomival és Diaz lesz a vendégem, illetve hoznak magukkal még egy lányt is, akiről majd holnap bővebben beszélgetünk. Nagyon szépen mi köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük nektek is. Sziasztok! Sziasztok!